Szakmai együttműködő partnereink antropos.hu kulturális online magazin. A műsorvezetőt a Szaxo London öltöztette. A Bóta Café helyszínét a Yellow Bistro and Bar biztosította. Jó estét kívánok! Oszvald Marika, a Bóta Café mai vendége. Nincs olyan ember ebben az országban, aki ne ismerné. Már 3 éves korában szerepelt, és azóta is így van ez egyfolytában. El nem tudom képzelni, hogy mit csináltál a korona járványos idők alatt, amikor nem lehetett föllépni. Mit csináltál? Izgalmas időszakom volt. És pedig? Mert nekem nem a színház az életen alapvetően, de nem csak a színház. Maga a létezés az, ami boldogá tesz, és most ez az időszak, ez arra volt jó, hogy azokat a dolgokat tudtam csinálni, amik még ezen kívül izgatnak az életbe. Na de hát, mik ezek? Tehát az ember az, én tudom, hogy kötsz, meg van Gödöllön egy kerted, abban szeretsz bütykölni, igen. De hát azért ez nem ez elég. Alapvetően én átváltottam ilyen háztartási alkalmazottba oltott parasztasszonynak. Ó, ez mit jelent? Hát, hogy az otthoni dolgokat csináltam, azokat, ami egy igazi háztartási... Te fúrsz, faragsz, mint egy férfi. Igen, azt is. Tehát, ami de egy háztartási alkalmazottnak a sajátja, azt én mind. Tehát, na, sorod. Hát először is a takarítás, a varrás, a sufni, a szerszámok, mindennek a rendbe tevése, tehát a kert, a fűnyírás, a 800 négyszögöl, nagyon nagy. És azon mi van? És nem az a helyzet, hogy egy sík terület, hanem 11 teraszos rézsűvel mindennel tudod a fűnyírot fölhúzni, magamra ne ráncsam, ilyesmi. Tehát ilyeneket, olyan konyhakertet csináltam magamnak, hogy mennyországában érzem magam. Oszvald Marika az önellátó? Mondjuk nem. Tehát, igen. Mert nincs olyan, tehát nem nagyüzemi termelés folyik nálam, hanem ez a, hogy mindenből van valamennyi. Tehát valamennyire jó. Tehát a sóska például ugye állandóan leszedem, akkor újra nő, akkor újra leszedem, beteszem, mélyhűtöm, mangold, pasztinák, fehérrépa, sárgarépa, paradicsom, paprika, sárgadínje, görögdínje, van káposzta, kelkáposzta, kell, hogy mondják ezt na mindegy, nem is tudom elmondani, ezt a minden van. És mindenhez olyan korán is kelsz, mint egy parasztasszony? Kukoricám is van, teljes kukoricám is van. Olyan korán is kelsz, mint egy parasztasszony? Alapvetően igen, és az jó. Akkor is, ha játszol? Hát most nem játszom. De most nem, de ha... Nem, és akkor 6-kor kukorékolsz? Ha a színház van, akkor nem, akkor mondjuk 8-kor, 7-kor, 8-kor. Mostanában föl tudok kelni a 5:30-6 felé is, és az nagyon jó, mert amire megcsinálom a kertet, meg ilyesmi, akkor, tehát most elég sok eső volt, az jó volt, nem kellett annyit locsolni, de 9 órára már kész vagyok a kerttel alapvetően, hogyha 6-kor kellek, és akkor még olyan szépen lazán, akkor főzőcskézek, akkor paradicsomot főzök be, van egy ilyen kisebb házam, ott kicseréltem a nyílászárókat, hívtam, van egy Petikém, aki nekem ott segít, és akkor levakolta, megcsinálta, fölújított, állagmegóvást is végeztem. Akkor olyan, hogy az öcsémtől kaptam mondjuk egy olyan zuhanyozót a kertbe, ami magába fölmelegíti a vizet, Tehát forró vízbe tudsz lezuhanyozni, de csak egy cső, nagyon aha. jó. És már ott van egy éve, vagy két éve, vagy nem tudom én micsoda, és mindig kérdezi az öcsike, hogy hát miért nem teszed föl, hát mert az ízzel le kell csavarozni, meg oda kell a üzé. Na most ez is létre tudott jönni. Akkor, tehát nem is hiányzott a színház? Hát figyelj, hát ott nagyon... oljára márciusban léptél föl, gondolom. Megmondom, miért nem hiányzott a színház, mert tudtam, hogy nem azért nem tudok színpadra menni, mert nem kellek, hanem mert senki nem mehet. Tehát most nekem olyan volt, mint egy iskolai szünidő. És tehát ilyen hurrá, ho-ho-ho. Nem volt olyan. És tehát bezártad magad meg? Nem volt az a fajta exhibicionizmus, hogy mindenképpen meg akarom magam mutatni, mert már úgyis ismernek, mit mutogassak már magamon. Ha van egy jó feladat, akkor azt szívesen eljátszom, az nagyon jó. És szerencsére vannak felkérések, mert október-novemberben lesz a, nem tudom pontosan mikor, a bemutatója a Marica grófnőnek, amiben Bozsánát fogom játszani. Ha, ki mást. Igen. És van egy felkérésem Veszprémbe, egy 3 személyes. Csak nem próza. De nagyon beindult próza. Neked ez a prózai vonulat. Igen, Szilágyi Tibor és Bálint András. Na, milyen jó kis szerep aztán. Ez micsoda? Megmondom őszintén, hogy most már ezek jobban izgatnak, ezek a dolgok. Tudod, amikor az ember olyat szeret csinálni, ami egy kicsit már más. Szeretem, én imádom az operettet a mai napig is, de már ugye azok a szerepek már nem olyan... Hát amit te tulajdonképpen szubrettet még hát 55 éve. Hát ott vannak a fiatalok, hát azoknak, vagy ez a fiatalok műfaja, és örül az ember, hogyha akad egy olyan... De az első anyaszerepedet úgy 50 éves korod után kaptad, addig simán lökted ezt a cigánykerekezős, pörgős-forgós... Sőt, még előbb is, azt hiszem, hány éves lehettem, várjál csak azt mondja, olyan 46, igen. A cigánybáróba, a Mirabella. Aha. És akkor ott meg is kellett változtassam az egész minden, a figurát, meg minden. Nagyon-nagyon tetszett, jó volt. És aztán utána jöttek ezek a dolgok, de ugyanakkor meg nagyon jó dolgom volt, mert még mindig írtak rám olyan szerepeket, mert ugye még azért erejem teljébe voltam, ami hát most ami, is ami vagy, nem? Hát, nem, mondjuk nem vagyok beteg, remélem, mert különben nincs öregség. De a spárga még megy, nem? Megy. Meg a cigánykerék még fellépéseken is mindig várják tőlem, csinálom. Tehát amíg nincs betegség, addig az ember nem érzi az öregséget. Az ember akkor érzi az öregséget, hogyha már nem egészséges, vagy beteg, vagy hiú. Igen, de én nem vagyok remélhetőleg egyik se. Nem vagy hiú? Nem. Egy színésznő, Nem. Mert ez a kétfajta típus is, többfajta típus van, ugye? Van az alázatos típus, meg van a rátarti típus, tudod? És én nem vagyok, én alázatos típus vagyok, én nem nagyon foglalkozom. Én fiatalkoromban sem foglalkoztam azzal, hogy nézek ki, vagy mi, vagy a szememet, meg a pillámat, meg a mit csináljak magamon, szóval ezzel soha nem foglalkoztam, mert mindig valahogy a lelkületem volt olyan, hogy az dominált, én úgy érzem, azzal foglalkoztam mindig. Tehát a külsőségekkel nem annyira. Azzal neked foglalkozni kellett, hogy minden jött ösztönösen. Azt hiszem, hogy én egy ilyen vegetatív valaki vagyok, hogy ahogy esik, úgy puffanok. Hát mert tényleg 3, tehát hogy ugye a mamád is, igen, meg az édesapád is operaénekes, operetté. De viszont színész. Jó a sorsom, olyan értelemben, hogy ugye 46 éves koromban játszottam, de mint ahogy írtam, vagy mondtam, hogy írtak nekem szerepeket, foglalkoztak velem, hogy ugye erejem teljében voltam, és még azon is csodálkozom most már így visszamenőleg, hogy 53 éves, 63 éves koromban még játszottam a Mágnás Miskát. Érted? Tehát még akkor az úgy benne volt a plánomban. Na most aztán már tényleg hát eljött már, mint az idő. Abban a női tudom, szerepet. Azt sem tudom, már hány éves ezekben komolyan. Tehát, hát igen, a marcsát játszottam, és simán rendben voltam. Csak hát aztán eljön az idő, amikor már tényleg az... Te mondtad, hogy akkor ezt már nem kéne, vagy neked mondták, vagy egyszerűen levették? Nem, az már olyan levettek tulajdonképpen, de úgy vettek le, hogy tudod, a szegény Bajori mi ugye elment közülünk, és akkor már nem igen, volt úgy partnerem. Nem volt úgy partnerem, és akkor meg is akarták újítani az előadást, és akkor a Lőrinci Gyuri volt akkor az igazgató, és akkor mondta nekem, hogy hát úgy szeretnék, hogy most már a két Peller játsza a... Igen, Peller és igen. És teljesen egyértelmű volt, tehát nem volt bennem az, hogy jaj, én még 70 évesen is, szóval nem is tudtam, hogy hány éves vagyok, vagy mi van. Az, amit akarnak tőlem, én azt csinálom, amit akarnak. Ha velem valakinek van valami terve, és azt mondom, hogy én ugye kalandvágyó vagyok, benne vagyok, akkor csinálom. És akkor kérdezte egyszer a Gyuri, hogy és nem fog neked rosszul esni, hogy más játsza ezt a szerepet? Hát tudom, egyáltalán nem. Mondom, sőt, ha belegondolok, akkor ez teljesen normális, mert képzeld el, hogy a Fedák Sári még élne, akkor én soha el nem játszhattam volna a Marcsát. Ugye? Mert ő is, ugye? Na, képzeld el! Hát nem. De állítólag édesapád mondta neked, hogy hát ilyen 50-45 év körül szokták a szubretteket lapátra tenni. Nekem azt mondta az apukám, mikor voltam olyan 20 valahány éves, és már úgy ment a szekér, meg úgy jó volt, meg látták, hogy úgy alkalmas vagyok erre a dologra, azt mondta, Marikám, ezt neked 40 éves korodig csinálni kell. Mert ugye akkor az volt, hogy 40 éves korban már kiöregszik a színésznő, és akkor már jönnek a fiatalok. És akkor valahogy ez úgy nálam ez kitolódott. Na de állítólag meg Münchenben meg felléptél, igen. És ott a Vámos László meg azt mondta, igen, neked, ez már nem tudom melyik előadás azt mondta, volt. Édes volt, a Vígözvegy volt, és ugye abban Kánkán ugye mindig nagyon nagy sikere volt, 4-5-ször ismételni kellett, és tényleg őrületes sikere volt, de Japántól kezdve mindenhol. És akkor olyan édes volt, mert én nagyon respektáltam őt, mindig nekem olyan szigorú embernek tűnt, és olyan, úgy mindig úgy tartottam tőle, meg úgy megvolt, tudod, egy ilyen a tanár és a tanítványnak a viszonya, de még amikor elvégeztük a főiskolát, és akkor megengedte, hogy mindenki úgy tegezze, meg minden, akkor se tudtam. És akkor egyszer csak ott volt, lejöttem a színpadról, és az öltözőben ott ültem, és egyszer csak úgy kinyílt az ajtó, és ott állt így neki támaszkodva az ajtófélfának, és akkor már volt ő, nem tudom hány éves, olyan 50-en túl, 60 felé volt, vagy nem tudom, valahogy így volt. És akkor, és én meg voltam nem tudom hány, még fiatal, és akkor azt mondta, hogy Marika, ez csodálatos volt. És akkor így nézett, azt mondta, nagyon szeretném, ha még 80 éves korodban is látnám, hogy ezt csinálod. És akkor így elgondolkodott, azt mondja, várjál csak, hány éves is leszek én akkor? Tudod, szóval olyan aranyos volt, de tényleg. És te szeretnéd ezt 80 évesen csinálni? Hát, ha bírom. Addig, amíg bírom. Te nézd oda, érdekes, mert járni, tehát ugyanazok a szimptomák már nálam is fönnállnak, mint a korombeli néniknél általában, tudod, hogy fölkelek, akkor be kell járni a lábam, nem úgy megy a dologam, járni, lépcső, nehéz, de táncolni még tudok. Tehát járni már nem tudok, táncolni még tudok, de ezt nem tudom, hogy mitől van, és az, hogyha a színpadon vagyok, és szól a zene, az ember megtáltosodik valahogy. És emiatt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondják, hogy a betegség is, hogyha fáj a fogad, fáj a fejed, valami, akkor színpadon nem tudsz vele foglalkozni, mert máshol van a koncentrációd. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Hát, hogyha a 80 éves koromban a testem még bírja, akkor csinálom, mert... Hát ugye pont a Marica grófnőben Rök Marikát láthattuk Volt igen, már majdnem 80 vagy elmúlt, már nem tudom. És a bütyke, és a cipő, és a nyomta, nekem is nyomja és a elképesztő, hogy mit igen, művelt, mikor itt vendégszerepelt. Nem tudom, láttad el. Persze, persze, tehát... Igen, csodálatos, csodálatos volt, igen. Hát ez a jövő zenéje, hát ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy holnap valami olyan bajom van, hogy azt nem kezi csókolom mindenkinek. Csókoltatok, és már kész, soha többet. Mennyire kellett ezt neked tanulni? Mert hogy belenőttél, mert állítólag te tényleg szinte csecsemők. Tehát tényleg az anyatejjel szívtad ezt magadba, igen. Mert a szüleid bevittek, akkor éppen Debrecenben voltak. Igen, ugye? De, hát, de ez nem úgy van. Tehát azért, mert az anyukám meg az apukám színészek voltak, attól még lehettem volna más beállítottságú, mint hogy a testvérem ugye más beállítottságú. Ő mit csinál? Ő már nyugdíjas. Ja, de hát előtte. Én is. Ja. Hát előtte kérlek, ő a kereskedelemben dolgozott. Aha. Én is kereskedőnek készültem olyan értelemben, hogy a közgazdasági technikumot végeztem, tehát én lehettem volna eladó. De hát állítólag pár éves voltál, amikor megkérdezték tőled, hogy mi akarsz mondani, azt mondtad, hogy... Csárdás királynő. Igen, tehát hogy akkor olyan komolyan nem készülhettél kereskedni. Egyáltalán nem készültem, az csak egy ilyen tudat volt, hogy biztos. De mi a szülők beirattak, persze, hogy a gyerek... Gimnáziumba kezdtem első évben, és akkor volt egy unokatestvérem, az Oszvald Zsuzsi, aki már oda járt, és akkor úgy összebeszéltek ugye a testvérek, a szüleim, meg a apukámnak a bátyja, vagy öccse, és akkor mondták, hogy hát legyen egy szakma Marika kezébe, azért mit lehet tudni. Kicsi is voltam, tudod, meg olyan ugri-bugri, meg nem tudom, meg ugye az, hogy valaki tehetséges, az egy dolog, de hogy alkalmassá vágyon egy hosszú pályát végigcsinálni, ahhoz nagyon sok minden kell, a kitartás, szorgalom, kritika elviselése, tolerancia, tehát nagyon-nagyon sok minden szükségeltetik, és ugye látták rajtam, hogy én tehetséges vagyok, de olyan kis hebehúrgya voltam, meg olyan szélsőségekbe menni, úgy kellett tudod így fogni két kézzel, hogy ne, és akkor ezt nem tudták, hogy amikor gyerekszereplő voltál, akkor hogy bántak veled? Az nem, hát gyerekszereplő voltam 3-4-5 éves. Akkor melyik volt az első? A Pillangó kisasszony volt az első, tehát ez néma szerep, hát azt minden gyerek meg tudja csinálni. Vagy nem minden gyerek, ugye a másik... Mit kellett csinálni? Hát semmi, a Csacsaszának a kislánya voltam, tudod, amikor mielőtt öngyilkos lesz, kiülteti a kisgyerekét, mikor megy a paraván mögül megölni magát, még most is azt vagyok, hogyha rám gondolok. Mert annyira tudod, hogy szólt a zene, meg a fény, meg minden, de libabőrös vagyok, a mai napig érzem, biztos ott Gellert kaptam egyébként. És akkor ottan kiültetett, és akkor egy amerikai zászlót kellett lengessek, mert ugye várta vissza a szerelmét, és akkor, de hát tudta már, hogy nem jön, majd ugyanaz, mint a Miss Saigon, az a történet. És akkor... És ez neked már rémlik? Tehát te emlékszel kristálytisztán? Igen. És arra is, hogy nem az neked... egész mindenségre emlékszem egyébként. De hogy ez neked jó volt, vagy rossz volt, vagy milyen volt? Euforikusan jó volt. Tényleg? Igen, mert megdicsőülve kerültem a színpadra. Tehát a Neményi Lilike volt a csodálatos operaénekesnő volt a Csacsaszán, és így a vállára ültettek, és akkor úgy hozott be erre a diadalmas zenére, ahol bemutatja az ő gyerekét, és ez a csodálatos zene nagyon hatott rám. Egyébként tudtam az operát már 3-4 éves koromban, kívülről tudtam. A férfi, mindent tudtam. Ugye apukám volt a Pinkerton. És akkor, ahogy bementem, behozott a színpadra, az a diadalmas zene, a fény, ahogy rám irányult, hát az euforikus volt. És azt is éreztem, hogy sok-sok ember néz, és én vagyok a központban. És akkor ez kialakított bennem biztos egy ilyen exhibicionizmus, vagy jó hatott erre az én kis exhibicionizmusomra, és akkor ez úgy megmaradt. De egyébként nem használtak engem gyerekszínésznőnek, mert, vagy gyerekszereplőnek, mert apukám még nem akarták. Ez egy olyan beugrás volt. Beteg lett a kis gyerek, aki játszotta, és na de állítólag már az utcán is megkerested a fagylaltot, mert szerepeltettek, hogy na énekelj Marika a szavaj, Marika, és akkor te megtetted, és nyújtottad a kezed, hogy akkor, igen, hát akkor... Igen, úgy álltak körbe, és akkor én produkáltam magam, nekik énekeltem mindenfélét, népdalokat, magyar nótát, operettet, operát, mindent énekeltem, amit csak akartak, és akkor utána mentem, hogy a gázsit. Hogy kérem a gázsit, mert tudtam, hogy én abból tudok venni gesztenyepürét, meg be tudok menni a papírírószerpoltba, és abból tudok magamnak venni, amit a ceruzát, vagy a füzetet, vagy amit akarok, tudod? És akkor volt úgy, hogy aztán maradt is pénz, és akkor vittem haza. Na hát akkor volt aztán agyabudja, mert akkor nagyon kikaptam. Ja, hogy ezt nem a szüleid előtt csináltad, hanem... Aha. Hát én lementem egyedül. Hát jó? Önálló voltam. Hány évesen? Hát 4-5. Tényleg? Amikor már színésznő lett belőlem, 4 évesen, tudod? És akkor de hát engem nagyon szigorúan fogtak. És akkor megverte, vagy nem? Tehát, de kaptam. Hogy ezért, hogy igen, ilyet nem szabad most, csinálni? Ha ilyen lenne, akkor az én apukámat biztos, hogy elé citálnák, bíróság elé, vagy valami. De az, hogy mondjam neked, ez is egy olyan dolog, hogy nekem arra szükségem volt. Így utólag, hogyha visszatekintek a dolgot, mert én nem úgy kaptam a pofont, hogy durvaságból, hanem az apukám közben sírt. És azt mondta, hogy édes kislányom, hogy lesz így belőled ember, Marikám? Hogy csinálhatsz ilyet? Hát miért okozol ilyen fájdalmat a te szüleidnek? De komolyan, őszintén éreztem. De ebből mi nem volt szabad, hogy pénz... Mert ha csak szépen mondta, akkor rám nem hatott volna, a testvéremre hatott. Tehát ezt mondom, teljesen... De mit nem volt szabad, hogy pénzt fogadsz el? Azt nem volt szabad? Persze. Vagy... Aha. Hát nem szabad koldulni. Na, de sok, én eléggé olyan, nem voltam rossz, mindig azt mondta apukám, te egy nagyon jó gyerek voltál, csak nagyon szélsőséges, és nagyon olyan, nem tudom megmondani, szóval irányítani kellett az életemet, de viszont minden percemre, minden nap odafigyeltek a dolgainkra, a testvéremmel együtt, tehát mindenről tudtak, nevelve voltunk. És az, amikor így kikaptam az apukámtól, és akkor beült a fotelba, a térdére ültetett, és kb. 3 órát filozofált velem a semmiről, olyan, amit ma elintéznek a szülők egy olyan dologgal, hogy most ezt ne csinál többet, kész. Elmagyarázta, hogy ebből mi lehet, miből mi lehet, minek mi lehet a következménye, minden Marikám, minden lépésednek következménye van. Ha valami rosszat csinálsz, azt a hátadon, mint egy pupot fogod viselni egész életedbe. És akkor ezek nagyon hatottak rám, és emiatt szoktam azt mondani, hogy nagyon friss és tiszta tudott maradni a lelkem. Mert ezeket én nagyon komolyan vettem, ezeket az intelmeket, és ennek megfelelően éltem. Tehát ez, hogy ne hazudjál, mindig mondd meg, ha rosszat csinálsz, akkor is mondd meg, és viseld a következményét, és mindig mondd el, hogy... És akkor bocsánatot lehet kérni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat... Nagyon jó helyre születtem. Tudod, az égbe ugye megnéztem, hogy kihez akarok menni, és akkor azt mondtam, hogy ezek lesznek az én szüleim. Mit lehetett neked még a főiskolán tanulni? Nem voltál te már annyira, tehát hogy addigra mindent láttál a szüleitől, te is játszottál, szóval, hogy nem volt az neked fölösleges? Nem volt felesleges, egyáltalán nem sokat tanult az ember. Főleg ugye azért, mert olyan csapatban volt, azok a gyerekek, akik körülöttem voltak, inspiráltak. De miben? Hát nyilván többet tudtál náluk. Nem az, hogy többet, én ösztönből voltam. Tehát a tudásom az nem úgy volt, hogy... Na de az is egy tudás, hogy te tudsz addigra már... Lehet. Tehát az mit tudás, és hát azóta tudom, hogy például, tőled lopkodják a fiatal. Most már sokan a hangomról ismernek meg, de most már azért mélyült a hangom, mert most már van rezonanciám is, de akkor például úgy csipogtam, mint egy kis sírke. Szóval így körülbelül ilyen hangmagasságban beszéltem, és akkor mindent így mondtam egy hangszínen, és ez volt az. Szegény, mondták, Imre volt a beszédtanárom, és Ők, aki hát egy legenda. Igen, csodás ember volt, és akkor csönd, csönd! Ezt most jókor mondod, mert itt éppen elég nyűzsit támadt a szállodában. És akkor az, hogy azt mondta nekem, hogy mert ugye látták, jól csináltam a dolgomat, jól énekeltem, jól táncoltam, rendben volt, a jeleneteket is, a helyzetgyakorlatokat is jól tudtam megcsinálni. Na, de beszélni nem tudtam egyáltalán. Aha. És akkor volt vizsga, és akkor azt mondták, hogy Marika, te ne gyere. Szóval kilátástalan volt. Kilátástalan, nem vizsgáztattak le beszédtechnikából, mert lehetetlenség volt. Csak aztán az évek folyamán ugye hát mélyült is az ember hangja, meg egy picit a Vámos nagyon sokat szekált vele, hogy melhangon is beszéljen Marikám, de nem tudtam, hát nem tudtam egyszerre, most már tudok. És sokan most a hangomról ismernek meg. Na de az összes ilyen, hogy mondjam, operett trükk, amit most rólad lesnek le, és nagyjából mind a mai napig még te csinálod a legjobban. Tehát, hogy ezek a pörgések, forgások, akrobatikák, láb alatt átdobások, spárga, akármi, hogy ezek neked megvoltak úgy, gondolom, igen, ahogy mit tudom én, Kemény Henriknek, aki Vitéz László kiváló alakítója volt, a szüleitől megvolt mindaz, amit a vásári báljátékról tudni kell, és 6 évesen már játszott. Igen, nem? Ez nem azért volt, ez is játékból volt, minden állam játékból volt, mert én amíg nem kerültem a pályára, addig én az iskolás éveim alatt én minden mozgásfajtát kipróbáltam, mert tetszett. Tehát én sportoltam, és akkor ebből visszamaradtak ezek a dolgok. Te műugrottál, műugrottam is, igen, műugrottam is. Onnan de... a hú de magasba? Igen, a hú de magasba. Nem féltél? Nem volt egy kicsi, persze volt az emberben egy kis félelem, de jó volt, ugyanakkor szerettem csinálni. És akkor de mindent csináltam, tehát a talajtornát, a gerendát, a felemás korlátot, a szertornát, tehát mindent, a steppet, akrobatikát, mindent kipróbáltam, mert tetszett. Jó érzés volt a testemet mozgatni. Ez is valami ösztönös dolog volt. És akkor visszamaradtak ezek a dolgok. És akkor... Na de itt vannak ilyen ősi rutinok, nem? Tehát ami kialakítottak a szubrettek, ha akarom mondani, kliséknek is persze, mondhatom. Persze, de hát mi is lopunk egymástól. Tehát hát te miket lopsz? Hát, hogyha látok az interneten, vagy televízióban, vagy egy színházban egy jó figurát, az hogy volt? Hát például ez a székes szám, ami tudod, ilyen kultikus lett, mert már cirkuszhercegnőben csináltuk ezt a székes számot, hogy átbukfencezek a széken, kihúzom a fiújul rajta, kihúzom alóla. Na mindegy, majd meg tudják nézni, hogyha akarják. És akkor ezt én például 10 éves koromban egy cirkuszban láttam. Aha. És akkor, mikor jött a cirkuszhercegnő, akkor mondom, hát ezzel jól lenne megcsinálni, és akkor elmentem az artistaiskolába, akkor ott kérdeztem trükköket, hogy miket lehet csinálni, és akkor azokat, akkor pedig már 38 voltam, 38 éves. Aha. De még képes voltam akkor is tanulni újat, és akkor elmentem a cirkuszba, és akkor mutattak nekem, először akartam, tudod, én egy kerekű biciklin menni, de hát az nagyon nehéz volt, és akkor utána mondták, hogy hát van egy kicsit egyszerűbb dolog, a gömbön járás. Hát amikor fölálltam rá, nem úgy tűnt, hogy nagyon könnyű, de valahogy egyszer úgy megéreztem az egyensúlyomat, és akkor úgy már jó volt. És akkor bejártam, és akkor tanultam, és akkor gyakoroltam, és akkor az úgy összejött. Tehát azt onnan loptam. Vagy hogyha, de a mai napig is, hogyha nézzük a YouTube-ot, vagy valami, és akkor van egy jó figura, akkor eltulajdonítjuk. Hát meg ugye a koreográfusok. A koreográfusok hozzák a koreográfiát, és akkor ők már tudják, és akkor mi vagy meg tudjuk csinálni, vagy nem. Vagy ha nem tudom per pillanat megcsinálni, akkor kigyakoroljuk. Úgyhogy jó dolog, nagyon izgalmas játék. Játék. Mennyire azonosak a szerepek? Tehát a szubrett ugye az, aki... gyors, pattog, igen, szerelmes, igen, a végére úgyis megkapja, akit igen, akar, igen, és komikus. De ez olyan dolog, mint hogyha táncdalénekes lennék, mondjuk. Hát mit éneklek állandóan a szerelemről, nem? Hát azok az perettek is állandóan a szerelemről szólnak. Igen, a szerelemről, az évődésről, a férfivel való huncutkodásról, szép zene mellett, gyönyörű ruhákba, másfajta rendezésbe, ugyanazt a szerepet eljátszani 3-4-szer, az is érdekes, hogy nem ugyanazt kérik, ugyanazt csináljuk, ugyanabba a díszletbe, ugyanabba a szituációba. Én nem találtam unalmasnak, és a mai napig sem tűnik unalmasnak. Sőt, hogyha például elmegyek valahova fellépni, és éneklem ugyanazokat a dalokat, légy az icipici párocskám, ringóválú csengérviám, hajmási például léli bábosodtam be, az ember azt gondolná, hogy ez jaj, már a könyökömön jön ki. Nem, abba a pillanatban valami megszáll a Szentlélek, mindig azt szoktam mondani, hogy nem tudom én micsoda, és nagyon jól érzem magam. És akkor én azt átom, nem tudom megunni, kész. Te valami hihetetlen energiákkal vagy jelen, mind a mai napig a színpadon. Tehát ha tényleg az ember azt érzi, ezt hogy... mondják, tehát én ez vagyok. Hogy te premierre jöttél be mindig, és azzal a smunggal, és izével, és reptől, vagy... Igen, a szeretet az, ami dolgozik az emberbe, hogy a jó. De kit szeretem a magam, közönséget? Szeretem magam először is, szeretem magam, szeretem azt, amit csinálok, és szeretem azt, hogy a közönség szereti azt, amit csinálok, és akkor olyan jó. Hát jó. Az is egy trükk, nem úgy bejönni, hogy kapásból megtapsoljanak, meg igen, úgy kimenni, de, hogy megtapsoljanak. Úgy kezdődik az egész egyébként tényleg, hogy szeretem őket. Szeretem őket. És azt akarom, hogy nekik jól legyen. Azért, mert én belülről nagyon jót érzek. És akkor ezt át tudom adni. Nem tudom. Ez valami hipnózis, vagy nem tudom mi. De annak is megvannak a trükkjei, hogy bejössz, és azt kapiból megtapsolnak. A mai napig nem tudom. A mai napig nem tudom, hogy ez hogy van. Tehát én nem úgy jövök hát be, úgy, hogy tapsoljanak meg. De nem, hát azért nem, azt nem, meg kell csinálni, nem? Nem, én attól félek egy kicsit. Azt nem nagyon... volt olyan, hogy elmentem fellépni egy fellépésre, és bementem, és meghajoltam, és tapsoltak, és nem hagyták abba. És még mindig tapsoltak, és nem hagyták abba, és már el akartam volna, és még mindig tapsoltak. És akkor meghajoltam, és kimentem. De nem, én azért nem szeretem a színpadon, hogyha bejövök és tapsolnak, mert azért még a mai napig is úgy vagyok, hogy nem tudom, mi lesz a végkifejlet. Tehát én azt szeretném, hogy a végén tapsoljanak meg, és hogyha az elején jobban megtapsolnak, mint a végén, az olyan tök ciki, nem? Úgyhogy inkább ne tapsoljanak, inkább várják meg, hogy mi történik. De az elején tapsolnak, az azt jelenti, hogy téged már eleve szeretnek, akármit is csinálsz. Hát igen, tehát, de hogy utána mondhatják azt, hogy hát nagyon szerettük ezt a Marikát, de most ez nem volt olyan. Ez nem lenne jó. Na de az milyen, amikor ilyen van? Én tudok most egyet mondani, amikor szerintem ilyen van. Na. János Vitézben a boszorkány. Ja, de ott nem tapsolnak meg, mikor megjelenik. Nem, de ott a János Vitézben az egy most egy mert más azt nem dolog. Is értem. Ezt én is így érzem, hogy hogy abban nem, hogy vagy nem vagyok igazán... jelen. Hát igen, hát. Tudni, megmondom miért, az 3-as szereposztásban van ez a dolog. És úgy lepróbáltuk, és nem az volt a lényeg, hogy személyre szabottan kinek milyen személyes sikere van, hanem ott egy ilyen átívelő valami a Bozsi Givet csinálta, és még azt mondanám, hogy még a János Vitéz és az Iluska sem egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy jaj, a János Vitéz, jaj, az Iluska valami, hanem ez egy ilyen pak. Egy ilyen csomag, ami a végén kulminál ebbe a gyönyörű harmadik felvonásbeli... Hát amikor már tánc van, igen, tehát ez így volt kitalálva. Amikor bejön Bodrogi Gyula, mint francia. Várjál, nagyon sok múlik azon, hogy kit hogy ítélnek meg, most ennek akarunk, ennek most írunk. Ahogy nekem régen így volt, hogy írtak rám olyan szerepeket, amiben úgy a jókat mondok, olyan öreg vagyok, és olyan huncut, és olyan vicces, és akkor az úgy is volt. Na most, hogyha ez nekik nem fontos, akkor ezt nem így csinálják. És ez most nekik nem volt fontos. Na jó, de helyette meg nincs kitálva neked semmi. Tehát, né, de most már megöregettem, de... nem? Most már menni akarok valami, de hogy figyelj, mondjam, tehát ami engem azt érzem, hogy azt nem engem, azt köszönjük, nem kérik, ami Oszvald Marika szokott lenni. Igen, de most már fiatalokra kell. De helyette meg nem volt más, kitalálva igen, rád igen, más, érted? Igen, igen, de most már az van, hogy mondjam neked, ott maradtam magnak, és akkor ez engem nem bánt. Én nagyon jó, nagyon szeretek ott lenni, nagyon jó, majd ha esetleg jön egy olyan, akkor azért, de ha nekem nem adnak olyat, én akkor sem vagyok, mert akkor egy mást fogok csinálni. Akkor tényleg elmegyek próza felé, megtalálom bármibe az örömömet. Ha a vezetőség nem én bennem gondolkodik, én nem akarom erőltetni. Na jó, de hát... mindjárt 70 éves leszek, Nem, nincsenek ilyen kiéletlen vágyaim, hogy most menjek oda és mondjam, tessék nekem adni valami olyan feladatot, hogy már megmutattam magam, mindenki tudja, hogy mi van, hogy van. Na, de most jöhetnek azok a szerepek, hogy bejössz 10 percre, és elviszed a tejföl. Igen, de operettben nincsenek. Bele lehet írni, bele is szokták. Mondd meg nekik. Na, majd mondom. Hát de te is mondhatod. De nem akarom, nem. Én nem akarom a vezetést bármerre is befolyásolni. Ők csinálják a színházat, amiről az előbb beszéltem, hogy én egy alázatos karakterű ember vagyok, aki várja a feladatokat, ha adnak, ha nem adnak, akkor nem fogok kaparni. Tehát nincsen, meg nem is jó az. Én megfigyeltem azt is, hogyha valaki valamit nagyon akar egy szerepet eljátszani, és nagyon oda akarja tenni, az nem lesz olyan jó. A külső megítélés az mindig jó. Hát most engem külsőleg így ítéltek meg, akkor most másokat akarnak fölfuttatni. Amikor ennyi ilyen operett, meg néhány musical szerep után, ugye azt mondta neked egy fiatal rendező, Fehér Balázs Benő, hogy na, akkor Marika, hát itt a Csehovot fogsz játszani a Sírhályba. Igen. Hú, hatalmas prózai színészek nagy-nagy szerepét Arkagyinát. Akkor mi egyáltalán hogy történt? Fölhívott telefonon, és rögtön azt mondta, hogy üljünk le, vagy... Nem, azt mondta, hogy ő szeretné ezt megrendezni, és azt szeretné, hogy én legyek az Arkagyina. És erre te? De ezt így telefonban rögtön, kapásban? Igen. És erre te? Hát semmi, hápogtam egyet, magamba, szép csöndbe, és akkor így elgondolkodtam, és mondtam, hogy gondolod? Hát ő neki egy ilyen felfogása, ilyen koncepcióját, mondom, várjál már egy kicsikét, hadd gondoljam végig a dolgot, de nem csak amiatt, mert hogy én nem tartottam magam alkalmasnak, mert mindenre alkalmasnak tartom magam természetesen, hanem azért, mert... De ez egyébként tényleg így van, hogy mindenre? Tehát nem szoktak kétségeid lenni? Hát... Hogy... Na jó, hát ezt egy kicsit eltúlozom, szóval van benne egy ilyen jaj, de jó lenne ezt is, meg azt is, igen, persze. És hanem nem csak amiatt, hogy én meg tudok egy ilyen nagy szerepet csinálni, mert ugye ösztönösen érez magába az ember színészi kvalitást, de mondom, hát ez mégis tényleg az egyik minden színésznőnek a vágyálma. Egyrészt, másrészt meg mit fognak mondani, hogy ez a kis mit ugrász, szubrett kis operettes, most kiharcolta magának ezt a izét, és akkor majd a rajongótáborom azt mondja, hogy ennyi Marika, akik meg ugye látták másoktól ezt a szerepet csodálatosan eljátszani, azt mondják, jaj Istenem, már mit csinál ez? Szóval volt bennem egy ilyen kisebbségi dolog, ami úgy szavart ebbe az ébe. De hát aztán a kalandvágyam, az ugye, és mondtam a Benőiknek, hogy hát gyertek, azt beszéljük meg, hogy mi vagy, hogy gondolod, vagy mint van. És akkor kijöttek hozzám, és akkor leültünk, és akkor elkezdtünk beszélni. Hát ugye a stáb, a többiek is. És akkor... Ja, hogy a színészek is? Nem a színészek, hanem ott a dramaturg, meg a szervező, meg a minden. És akkor ugye elkezdték mondani, hogy neki egy olyan koncepciója van, ami rám épít, és én bízzak bennem, mert ő majd azt úgy fogja csinálni, és tényleg olyat csinálhat, nem a szokványos Arkagyina voltam én, aki elmondja a szerepet, hanem én be voltam idomítva. Tehát ezáltal mit értesz, hogy be voltál idomítva? Na most ez is egy érdekes dolog, hogy nem szabad szerepet előre megtanulni. Amikor megtudtam, hogy én elvállaltam, mi akkor mentünk egy turnéra Izraelbe, és ott voltunk, nem tudom, 1 hétig, vagy 10 napig, vagy 2 hétig, már nem tudom én micsoda, és én kiültem a tengerpartra, én kivettem elővettem a könyvet, és én megtanultam, hogy mire hazamegyek, én már tudjam a szöveget, a prózát. Most kiderült, hogy még azt is átírták, és egy olyan szöveget áttanulni, amit már megtanulsz, hát az iszonyatos, nehéz. És akkor, mert ugye egy kicsit átigazították szöveget, és hát ugye de nem az volt, hogy csak elmondom a szöveget, és érzek, és eljátszom, hanem ő karaktereket faragott mindenkiből. A végén még állarcok is voltak a színészeken, meg minden, úgyhogy sokfélét kipróbáltunk, és jó volt, és éreztem, hogy ez most nagyon jó, ezt kellene csinálni, és akkor közben azt mondta, nem ez. Akkor próbálni egy másikat. Szóval tulajdonképpen egy tanárom lett ő. És akkor, miközben te tanítottad korábban a színművészetet. Nem tanítottam igazán, hanem csak egy ilyen kurzust tartottam nekik operetből. Na most aztán visszakaptam ebben. És akkor végül is nagyon szerettem csinálni, azért, mert más volt, mert új volt nekem, olyan színészekkel voltam körülvéve, akikkel életemben nem voltam együtt színpadon, és nagyon jó volt ez a vérfrissítés, látni őket, és egy más csapatba részt venni, úgyhogy ez nekem egy nagyon, nagyon jó volt. Meg ők kvázi veled eljátszotta, ugye ez az Arkagyina, ez elnyomja a fiát, és igen. Ez ugye is egy színésznő. Borzalmas volt. Borzalmas volt, amikor én a próbán... veled ezt a hiú primadonnát. Ahogy az operett primadonnát elképzelik. Igen. Na most azt csináltam velem végig, holott én privát nem vagyok olyan, de közben jó volt játszani. De az, mikor én az első próbán meghallottam, hogy a fiam mondja a monológot, mármint hogy és azt mondja, hogy az anyám nem szeret. Ott ültem a nézőtéren, ordítva elkezdtem sírni, mert annyira fájt, hogy azt mondták, hogy az anyám nem szeret. És én azt nem tudtam elképzelni, hogy egy anya nem szereti a fiát. És közben ezt kellett eljátszanom, hogy annyira lenyomja a gyerekét, hát én megőrülnék, én meg tudnék halni a gyerekemért. De még most is rosszul vagyok, annyira bele tudom magam érezni a bajszébe. És a végén is, amikor lelövi magát, mert ugye nyílt színen történik az, amikor... Mármint a fiú, nem úgy nyílt színen, mert bemegy egy ajtón és lelövi magát. És a végén mond egy verset, hogy nem tudom ezt elmondani, egy ilyen anyáknak szóló, hogy te voltál a nap, és te ragyogtál, és ő nagyon szeretett engem, és én meg ilyen szemét anya vagyok. És amikor eldördült a fegyver, akkor is és ott csöndbe kellett ülni a színpadon, és ott alig tudtam, mert hüppögtem. Szóval, de jó volt, nagyon jó volt. És aztán lett a Karinti Színházban is, lett prózai szereped. Igen, azt még most is megy a Bömböri, ez szegény Karinti, hogy pont most meghalt. Igen. Ah, Istenem, na, és azt is szerettem, az is jót, és más emberekkel vagyok, más színészekkel, újak, frissek, fiatalok, aranyosak, nagyon-nagyon jó. Nekem változatos az életem, én egyáltalán nem érzem azt, hogy úgy nem várna rám semmi. Úgy érzem, hogy még mindig előttem az élet. Előttem az élet, előttem a világ. És közben bejártad a világot, tényleg. Igen. Mert hát aztán mindenütt fölléptél. Igen, meg most voltam ezen a Bamako Rallyn is, ami egy olyan isteni dolog. Az mi? Na mesélj. Hát a lányomnak a barátja már volt. A lányod még mindig tévés? Mert ő ugye most rádiózik. És akkor el akarta csábítani erre a Bamako Rallyra, mert ő már volt, ez a fiú már volt. De mi ez pontosan? A Bamako Rally. Afrika. Ja, Afrika, jó, igen, jó. És akkor el akarta csábítani, hogy menjen el vele, de a lányom mondta, hogy ő nem. És akkor ott beszélgettek, mondták ezt, meg jön, és biztos mondtam, hogy jaj, nekem én nagyon csípném, meg nagyon jól. Na, a vége az lett, hogy engem vitt el. Ezt most nem mondod, de... hogy a lányod pasiával elmentél Afrikába? Igen. A lányod meg itt maradt? Igen. Hát nem mondom. És akkor, hát az is a... te... De ott mi folyik? Az miben különbözik egy normál rajt? Hát ez nem egy turista út, hanem egy ócska, rossz, ramagy autókkal kimegyünk, egész Sierra Leone-ig mentünk, valami nem is tudom hány ezer, 9000 kilométer, mert nem lehet jó autóval menni, mert ott mindjárt lerobban, meg Afrikában nincsenek autók, tehát mindegy csak ilyen Európában hát oda roncsosodott kocsikon járnak, de viszont minden utcasarkon szerviz van, és nagyon tudják bütykölni meg minden. Mi egy eléggé normális autóval mentünk azért, mert nekünk nem volt sok bajunk a többiekhez képest, de ez egy verseny. Tehát nem a versenykategória. Csak egy roncsderbi-szerű akármi? Igen, olyasmi, de nem a versenykategóriába indultunk, nem, van egy versenykategória, van egy turista kategóriának mondott valami, meg egy roncsderbi kategória, és mi a középsőbe mentünk. De most ezt mondod, hogy versenyed? Tehát a lányod pasiával versenyeztél, és te is vezetted? Igen, nem, csak ültél mellette, mit fáradt? Mit fáradt, de az sem voltam egyszerű, mert tudod, ott nincsen olyan GPS, hanem a koordinátokat kell megadni, meg, hogy oda találjunk. Hát mentünk ám olyan prériken, meg olyan a szavanna, meg a Szahara, meg a minden, a járatlan utakon, tudod, ilyen nagy fűcsonkok, meg buckákon keresztül, meg sziklás helyen, meg kavicsos helyen, meg sivatagban, meg az Atlasz-hegységben, körbe, karikába, szakadék, minden volt. Te olyan isteni jó volt, hogy ezt el nem tudom mondani. Volt úgy, hogy tudod, így ültem, és vártam, hogy már ezen a szakaszon legyünk túl. Néztem le, hogy Jézus Úristen, milyen izé van ott a szakadék, csak bele ne essünk. Tevék. Elénk bejött a teve. Szóval olyan bementünk családokhoz, mi nem a városokba jártunk, tudod, ahova az igazi turisták, hanem mi az igazi Afrikát láttuk ott, hogy mentünk az úton, és akkor a kecsketrágyás földön, ott egy kulipintyó, bementünk. Ismeretlenül bementünk, nem és is tudtunk beszélni velük. Hogy? Hát ott egy kicsit franciául, de én meg sehogy. Mutogattunk, de hát vittünk ajándékokat, tudod, vittünk, már várják nagyon ezeket az adományokat, meg iskolákban bementünk, meg kórházakba bementünk, vittünk nekik mindenfélét, amit úgy össze tudtunk itthon szedni, adományokat, és akkor olyan volt, hogy semmi infrastruktúra ezekben nincsen, ezek tényleg kulipingyóban laknak, olyan, hogy benéztem az egyikbe, mikor ugye hátán vitte a gyereket, azóta megmutatta nekik, hogy kell a levest főzni, mert ugye vittünk nekik ilyen gyorsan elkészíthető levest, és akkor én meg addig bementem, és körülnéztem, hogy mi van. Hát képzeld el, hogy a szobájukban, vagy hát a kulipintyóban volt egy ilyen ágy, ami nem volt ágy, csak egy ilyen pamlag, vagy nem tudom micsoda, de rajta a csirke, a kacsa, a mindenféle háziállat, ami ott nekik van, és szóval se víz, se villany, valamilyen paplanokba raknak le nekik oda az út szélére valami ilyen vizet, abból veszik, tehát őrületes, hogy milyen közben nagyon sok mindent láttam, ami nagyon is tetszett, tehát a tájék is, a tájak, azok varázslatosak voltak, mert ugye elmentünk a sivatagból egész a dzsungelig, tehát fantasztikus, hogy miket láttunk. Sátraztunk, a kocsi hátuljába főztem, tisztálkodni, amikor már úgy voltunk, akkor bementünk szállodába, tehát akkor azt már nem rizikoztunk, de olyan volt, hogy ott is a folyóból nyomták föl a vizet, tudod, és akkor megmostad a hajadat, jött a csapból a víz valamilyen izében, és akkor leöntötted magad. Olyan nagyon kezdetleges körülmények között voltunk, de ugye ezt is kell látni. És ebből visszajön valami a színpadon? Tehát később... Operettben nem nagyon jön vissza szerintem, mert ugye ez egy idealizált világ, de ott látni ezeket a szegény embereket, tényleg nagyon szegények voltak, mindazonáltal jókedélyűek, szépek, szép emberek, a nők. Szenegálban például olyan gyönyörű testük van a nőknek, tudod, minden Jennifer Lopeznek mindenkinek olyan gyönyörű popsia van, meg hosszú lába, karcsú dereka és szálfa termető kis nők, érted? Mindegyik a fején viszi a kosarat, és ettől olyan egyenes a tartásuk, és olyan szépek, és a gyerekek is olyan szépek, olyan szép égő fekete szemük, hát gyönyörűek voltak, nagyon-nagyon jó volt. És ez az egész egy hatalmas nagy élmény volt. Te szerettél volna így kinézni, mint a Jennifer Lopez? Vagy nem? Mert minden interjúban előkerül, hogy te vagy a legalacsonyabb színésznő, magyar 150 centi. Nem akartam soha. Nem, már egész ugye kislánykoromban inkább, tehát a serdülőkoromban, akkor jó lett volna, hogyha egy kicsit magasabb vagyok, és az átlaghoz jobban hasonlítok, de ott is mindig mondták, Marika, a szüleim, de ne erd el miatt magad, hogy neked nagy a feneked vagy kicsi vagy és tömzsi vagy, ne, bár akkor még nem is voltam, az csak akkor is annak éreztem magam, és akkor azt mondta, hogy te ettől vagy egyedi. És hogy mindig hallgattam rá, hogy persze, igen, és amit mondtam, hogy a külsőségek azok nem úgy jelentek meg nálam, hogy én tükörbe álltam és néztem volna magam, hogy én most milyen vagyok, vagy hogy én voltam, valamilyen voltam, és csak az érzések azok, amik meg az emberi kapcsolatok, tehát ez dominált nálam. Mennyi emberi kapcsolatot? Tehát neked sok barátod van? Tudom, hogy otthon szoktál időnként még előfordult, hogy engem is hívtál, csak soha nem tudtam menni. Nem, te rendezel ilyen nagy... Nem. Én szeretem a társaságot, szeretem az embereket magam körül, de nagyon szeretek egyedül lenni. Tehát olyan sok barátom nincs, aki hát ugye ott kezdődik, a szülein kívül igazából senki nem számol. A gyerekem, az nagyon, az tudod, az élet-halál kérdés. A volt férjem, az is nagyon jó kapcsolat. Hétvégi Miklós, aki ugye szintén operett színészként. Nagyon jó kapcsolat. Volt. De ma mai napig is, tehát... Ő fellép még mindig? Nem. De ilyen producer inkább, vagy rendezget, vagy ilyesem. De mai napig is nagyon jó. És akkor van körülbelül olyan, mondjuk, hát a apukám második felesége, az Iluska, aki bevakon megbízom. És van két barátnőm. És aztán annyi. Ja, meg az Ottó. Az is most már barátom. Nem tudom, ki az Ottó. Az Ottó, akivel Afrikában voltam. Ja, hogy a lányodnak a apja, igen. Igen. És akkor ennyi. De nagyon szeretem a barátokat. Azokat az úgynevezett, tehát nem a lelki társam, akik a lelki társaim, ezek a lelki társaim, akiket elmondtam, de nagyon szeretem, szeretem az embereket, és szeretem, hogyha jól érezzük egymást, jól érezzük magunkat együtt, és egy nap úgy telik el, hogy olyan kellemes és jó, és akkor ezért szoktam, hozzám jönnek, mindig jönnek. Főzök nekik, jól érezzük magunkat, de nem úgy, hogy most én kiadom a lelkemet, és akkor én is tudnék róluk mindent. Nem tudok róluk semmit, csak úgy jól meg vagyunk együtt, nem ennyi. Meg ugye a munkakapcsolat, az jó, tehát ez a csapatépítés. Nem? Ja, hogy nálad a buli, az a csapatépítés. Igen. Szóval akkor te azon ritka színészek közé tartozol, aki jól el vagy a világban, és tulajdonképpen a szakmában is. Igen. Igen, mert nincsenek elvárásaim, képzeld el. Nincsen elvárásom, hanem úgy hagyom hatni magamra a létezést. Azt szoktam mondani, a létezés a legnagyobb boldogság. Azt hagyom hatni magamra, és akkor a problémákat pedig meg kell oldani, és nem nyafogni és sajnálni magam. Nem sajnálom magam soha. Ha valami olyan ér, akkor mérges vagyok, hogy miért így csináltam. Minden lépésnek következménye van. Biztos én is az okozója vagyok, akkor inkább magamra haraszom. Tehát én és soha nem nyafogok. Jaj, Istenem! Miért mondta ezt rólam? Miért csinálták ezt velem? Hát ilyen nincsen. Nem tudsz már mit kérdezni, mi annyit rinyáltam. Nem, annyit akarok mondani, hogy köszönöm szépen, hogy jöttél. Jól van. Puszi. Mindenki puszi. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket, Oszvald Marikát látták, hallották. A viszontlátásra.